Mennyire nehéz az advent időszaka az egyedül élőknek, akiket lelkileg még jobban megvisel az ünnep közelette? Mit tehetünk szeretteinkért? Erről beszélgettünk Koncz Tibor esperessel. A református gyülekezetben a sok idős, jólelkű, kedves embernek az adventben fontos voltak rendezvényeink, alkalmaink. Mi a református gyülekezet tudjuk, hogy a nagyon sok idős testvérünknek, mondhatom így, hogy jó lelkű, kedves emberünknek, a gyülekezet, és különösen is ilyenkor adventben, a különböző rendezvények, a különböző közösségi alkalmak, az életüknek az a része volt eddig, amire nyugodtan számolhattak, amiben a családjaik, a távolban lévő szeretteik is úgy gondolkodhattak, hogy ott abban a közösségben, abban a programban az ő drága szerettük találkozik jó emberekkel, fel tud töltekezni, haza tud valamit vinni, el tud nekik valamit mesélni, és azért nagyon sok, az idősebb generációról beszélek, hozzátartozó, akár a közvetlen következő generáció, tehát a gyerekek, de még inkább az unokák, nem is csak az ország különböző tájain, hanem messze külföldön vannak. A jelen helyzetben elmaradtak az értékes programok, adventi evangelizáció, koncertek, adventi gyertyagyújtás, gyermekműsorok. Most ezt a rendet, ez a mostani járvány alapjaiban megváltoztatta. Be kellett, hogy zárjunk, el kellett hagynunk olyan programokat, amik nekünk is fáj, hogy elmarad, ami a legértékesebb programjaink voltak akár egy esztendőben. Értek ez alatt egy adventi evangelizációt, értek ez alatt koncerteket, adventi gyertyagyújtást, a gyermekeink szolgálatát, műsorát. Ezek mind-mind most elmaradtak. Ezért most megváltozott az irány, nekünk kell hozzájuk valahogy eljutni. Megtettük azt, hogy online módon közvetítjük az alkalmakat. Megtettük azt, hogy főleg a nőszövetség tagjai egy-egy levélben egy ilyen összesített, havi, végiggondolt történet összefoglalásban részesednek a nőszövetség elnökétől, kapnak egy levelet személyes megszólítással, hogy nehogy kimaradjanak dolgokról, és megtettük és megtesszük, hogy tervezzük a jövőt. Tehát azért szent reménnyel vagyunk, hogy ez nem marad így, ezért már most azon gondolkodunk, hogy ha felszabadulhatnak ezek az alkalmak, akkor hogyan tudjuk visszabillenteni az állapotot, hogyan tudunk újra teret engedni az ilyen jellegű lelki feltöltődésre, aminek van egy szellemi, van egy hitbéli, és van egy nagyon fontos, a személyes találkozásból való társadalmi forrása. Úgyhogy mi így gondolkodunk, így dolgozunk, így éljük meg ezt a mostani időszakot. Most a temetési szolgálat az, amely ugyan a nagy veszteségekről szól, de itt betartva az előírásokat tudnak csak kommunikálni személyesen a hívekkel. Maga a szolgálat, tehát hogy egy-egy temetési szolgálat azért lehetőséget ad arra, hogy betartva az egészségügyi szabályokat mégiscsak tudjunk találkozni. Szomorú alkalmak ezek, kivétel nélkül nagy veszteségről szólnak, de ilyenkor mégiscsak tudunk kommunikálni egymással, egymás szemébe tudunk nézni. Azt nagyon sajnálom valóban, hogy ezek a bizonyos megszokott programok, ahogyan volt is erről szó, ruhavásár, ugye az időseknek az ajándékot összecsomagolták, már akkor beszélgettek, mézes süteményt sütöttek, csigatésztát csináltak a drága testvérek, és az mindig éneklésben, sztorizásban is teljesedett ki. Aztán voltak kirándulásaink, ahová főként az idősebbek szívesen jártak, hiszen az ország különböző pontjait kerestük. Hát ezek valóban elmaradtak, de az marad meg egyrészt, hogy vannak ilyen élmények, erre lehet gondolni, másrészt pedig, hogy hiszünk abban, hogy ennek
egyszer s mindenkorra vége kell, hogy legyen. Én biztatom is egyébként a kedves idősebbeket főleg, de mindenkit, hogyha lesz lehetőség beoltatni magunkat, akkor tegyük meg, én magam biztosan fogom kérni, mert annyi minden itt mutatkozik meg, annyi minden múlik el, amit nagyon nehéz visszapótolni. Úgyhogy nem véletlenül van a Bibliában egy ilyen ige, hogy áron is meg kell venni az alkalmakat, meg kell szerezni, ha kell, akkor fizessünk érte. Jelen esetben ez csak annyi, hogy oda tartjuk majd a vállunkat, és megkapjuk a vakcinát. És akkor minden vissza tud billenni a régi kerékvágásba, és nem kell ezekről a veszteségekről beszélni.